Hát sziasztok! Akik esetleg arra vártak, hogy Marco Rossi a 22-i és 26-ai barátságos mérkőzésekre egy radikálisan felforgatott és új keretet fog hirdetni, azok csalódtak. Akik viszont már régóta követik a mester munkásságát, azok tudták, hogy legfőjebb egy-két ponton lesznek érdekességek, változások, ez nála teljes mértékben megszokott. Mindjárt a kapusok posztján egy érdekes változás, de tulajdonképpen a papírformának megfelelő, és talán a védőformának is megfelelő, hiszen Dibusz és Gulácsi mellé Tóth Balázst, a Fehérvár kapusát tette be. Hát ugye Tóth Balázs nem csak a statisztikák alapján, hanem a mérkőzéseken nyújtott teljesítmény alapján, mert ugye van, aki a statisztikát nézi, és úgy próbálja értelmezni a teljesítményt, és van, aki nézi a teljesítményt, és azt esetleg értelmezi a statisztikák jóvoltából. Szóval a mérkőzéseken nyújtott teljesítménye is kimagasló volt, tehát megérdemli azt, hogy harmadik kapusként ott legyen. Ahogyan a Rossi elmondta a sajtótájékoztatón, a Dibusznak meg a Gulácsinak is egy-egy meccset fog adni, hogy egy kicsit benne maradjanak a válogatott formába is, és majd még jobb legyen a következő barátságos meccseken, mert lesz még kettő a magyar csapatnak, de erre most nem térek ki. A 22-i és a 26-ai nekünk sokkal fontosabbak. A hátvéd sorban egy jelentős változás van, ez pedig ugye a Dárdai Márton behívása, aki mind középső hátvédként, mind a hármasban jobb vagy baloldali hátvédként, mind pedig defenzív középpályásként, tehát védekező középpályásként is alkalmazható. Az, hogy Orbán, Szalai Attila, Lang ott van, ez szerintem nem kérdés. Az, hogy Balog, a kiválóan játszó Mocsi, és Szalai Gábor, aki egyre jobban bejátsza magát a Lozánba, szintén nem kérdés. Ha a középpályások sorát nézzük, akkor a szervettel kupa szereplő Bolla Bendegúz lehet esetleg kisebb meglepetés, de hát abszolút megérdemli, hogy benne legyen a keretben. Sokan nem esküdtek volna rá, hogy a Nagy Zsoltot bent tartja, de hát tudjuk, hogy Nagy Zsolt az egyik kedvenc játékosa a Marco Rossinak. És igazából a középpályás sorban talán sokakat meglepett Kleihelsler visszahívása, de hát Kleihelslernek van alkalma játszani, és jól is játszik a Hajduk Splitben. Tehát ne legyünk meglepve, hogy behívásra került, ahogyan természetesen nem kérdés, hogy Négo, Kerkez, Schäfer, Stiles, ők szintén tagjai ennek a csapatnak. Elő pedig szintén igazából talán két apróság van, ami talán meglepetést keltett. Az egyik ugye az, hogy Vancsa Zalán bekerült a csapatba, de szerintem ennek éppen ideje van. Már volt kerettag, sőt egyszer már játszott is a válogatottba. A másik pedig a Gazdag Dánielhez való ragaszkodás, de hát ne csodálkozzunk ezen, hát Gazdag a Rossi játékosa volt. Úgy is mondhatom, hogy Rossi felfedezettje volt a Honvédban, és igazán nagyon sokat köszönhet neki, és Rossi is neki, tehát nem meglepő, hogy ő benne van, ahogyan benne van természetesen Ádám Martin, Salai Szobosztai és Varga Barna, ez szerintem senkinek nem kérdés. Úgyhogy egy nagyon jó kis csapatunk lesz, mind a törökök ellen, mind Koszovó ellen. Én nagyon remélem, hogy mind a két mérkőzésen jó játékkal rukkolunk ki, az ilyen előkészületi mérkőzéseken kevésbé fontos az eredmény, de az se lényegtelen, hogy a magyar válogatott őrizze meg a veretlenségét, és akkor így ez még jobb érzéseket kelt az utolsó két barátságos mérkőzésre, meg majd még jobb érzést fog kelteni bennünk az Európa bajnokságon, remélhetőleg, de ha ez mondjuk nem lesz meg, az sem olyan nagy probléma, ha jól játszik a csapat. A csapat kerete az mindenképpen erős, szerintem az európai csapatok közül a legjobb 10-12-ben benne van ez a keret, amit Rossi kihirdetett, most már csak teljesíteni kell, megmutatni azt, hogy ez a csapat már az európai labdarúgás felső részéhez, az elithez tartozik. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban, akkor arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt állt a számlaszámon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, ez olyan, mint egy kávéra hívnál meg, hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás, hajrá magyar válogatott, a jó Isten áldjon meg mindenkit!